Szia! Nagy szeretettel üdvözöllek a csatornámon. Ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy hogy tudsz almát horgolni. Horgolhatod szemmel, szem nélkül, szárral, szár nélkül, levéllel, levél nélkül, zöld vagy piros vonalból, ahogy az neked a legjobban tetszik. Hogyha kérdésed van horgolás közben, vagy az eredményedet szeretnéd megmutatni nekem, megtalálsz e-mailen keresztül, de ott vagyok Facebookon, és Instagramon is. Az egyéb mintáimat pedig az alábbi linkre kattintva érheted el. Amennyiben a mágneses alma mintája érdekelne, a hozzátartozó linket kérd nálam. És vágjunk is bele! Az almány elkészítéséhez szükség van piros vagy zöld fonalra, sötét-zöld fonalra a levélkéhez, egy icipici mennyiségű barna fonalra a szárhoz, 2,5 mm-es horgolótűre, ollóra, biztonsági szemre, 6 mm-es biztonsági szemre, 2 darabra, illetve tömőanyagra. Tehát a szárunk meghorgolásához szükségünk van sötét barna fonalra, készítünk egy kúszócsomót, majd lazán, tehát nem kell olyan szoros öltéseket csinálni, amit mindig hangoztatok, hogy kell. Most ezek lehetnek laza öltések, és csinálunk 5 darab láncszemet. 4 és 5. És ha megvan az 5 láncszem, akkor egy kicsit különlegesen fogunk itt tovább menni, nem úgy, ahogy szoktunk. Alapvetően ugye a láncszemeknek valamelyik felső öltését szoktuk választani. Most pedig megfordítjuk, és lehet látni, hogy itt kidudorodik a kis középső szál. Nem az első öltésbe dolgozunk, hanem a másodikba, és ebbe a kidudorodott hátsó szálba fogunk készíteni egy darab egypálcás öltést. A következőbe is egy darab egypálcás öltést. A következő hátuljba is, és a következőbe is. Tehát összesen 4 darab egypálcás öltést készítünk a hátsó felébe a szemnek. Majd kész vagyunk, hagyunk, nem kell túl hosszú szárat hagyni, hagyunk egy kicsi szárat, neki elvágjuk, és félre tesszük addig, ameddig fel nem tudjuk varni az almánkra. Így kell, hogy kinézzen. A levél meghorgolásáról a videót pedig a citrom videóban találod meg, 15 perc 30 másodpercnél. És ezt is félretesszük addig, ameddig fel nem tudjuk varni majd az almánkra. Én úgy döntöttem, hogy zöld almát szeretnék horgolni, mert az én gyerekeim nagyon szeretik a zöld almát, úgyhogy erre esett a választásom. Úgy indulunk, ahogy mindig is szoktunk, varázskörrel. És készítünk a varázskörbe 6 darab egypálcás öltést. Jó. És a szemfülesek észrevehették, hogy kicsit más volt a varázskörön, mint szokott lenni. Ez azért volt, mert nagyon-nagyon sok fonalat kellett kivágnom a varázskör miatt mindig, vagy nagyon sok fonal maradt ott fölöslegesen, és én nem szeretek pazarolni, úgyhogy kutakodtam, próbálkoztam, hogy hogyan tudnék kevesebb fonalat elpazarolni, és arra jutottam, hogyha csak és kizárólag a mutató ujjamra tekerem fel a cérnát, akkor a végén kevesebb az a fonal,
ami feleslegesbe megy tulajdonképpen. Úgyhogy én a két ujjam helyett csak az egy ujjamat szoktam használni. Azért a két ujjat tanítottam meg nektek, mert nyilván az elején, amíg nem tudod, hogy pontosan merre fele kell x-elni, tekerni, stb., sokkal egyszerűbb, hogyha a két ujj között szépen megtalálod, ahova be kell tenni, de amikor már megy, nyugodtan válthatsz egy ujjra, és a 10-15 centis fonal helyett egy 6 centis darab az, ami belekerül az amigurumink-nak a belsejére, ami hát szerintem tök jó dolog. Jó, és akkor az első sorunkat összezárjuk. Egy kúszószemmel. A második sorba készítünk 6 szaporítást. A sor végére összesen 12 szemnek kell, hogy legyen. Jó, hogyha 12 szemünk megvan, akkor a következő sorba egy darab egypálcás öltést horgolunk, ha nem bújik ki a tűm. Egy darab egypálcás öltést horgolunk, a második szembe pedig egy szaporítást, és ezt a mintát ismételjük meg 6-szor a szemjelzőig, a sor végére összesen 18 szemnek kell lennie. És amikor megvan a 18 szemünk, a következő sorba 2 darab egypálcás öltést horgolunk, és a harmadik szembe pedig egy szaporítás következik. Ezt a mintát ismételjük meg 6-szor. A sor végére összesen 24 szemnek kell, hogy legyen. És azon tanakodtam magamban, hogy mi hiányzik, mi hiányzik. Hát a sorjelzőnk. Szemjelzőnk. Ahogy szeretnénk. Jó, a következő sorban 3 darab egypálcás öltés következik. Nem tudom, miért nem csúszik ez a fonal most. És a negyedik szembe pedig egy szaporítás. Ezt a mintát ismételjük meg 6-szor, amíg el nem érünk a szemjelzőig, a sor végére összesen 30 szemnek kell, hogy legyen. Jó. A következő sorunkban 4 darab egypálcás öltést fogunk horgolni. Ötödik szembe pedig egy szaporítást, és ezt a mintát ismételjük meg 6-szor a szemjelzőig, a sor végére összesen 36 szemnek kell, hogy legyen. És az utolsó szaporításunk, és meg vagyunk a 36 szemmel, most pedig 7 sor. 36-ost fogunk készíteni. Jó, és az utolsó öltések a 7. 36-os sorból. És meg vagyunk. Praktikusan következzen egy lépés, mégpedig az, hogy be fogjuk varni a szárunkat és a levelünket most, méghozzá azért, mert hogyha az almának a közepét be fogjuk húzni, akkor egészen egyszerűen ebbe a lukba horgolni itt, hát elég nehéz lesz, úgyhogy be fogjuk varni most a levélkénket és a szárunkat. Befűzzük mindegyik részét, mind a két szárat az almánknak a belsejébe, és amikor ezzel megvagyunk, akkor kötünk rájuk egy csomót,
egész biztosan. Az almánk közepébe maradjon a szár. És így fog kinézni. Jöjjön a levélkénk. Ugyanúgy mind a kettő felét. Mind a két szárat be fogjuk húzni az amigurumink közepével. Hát most lesz egy jó adag fonalunk fölöslegesen, de ezzel ne foglalkozzunk, mert ez úgyis az amigurumi belsejében lesz, tehát ez nem fog később látszódni. És hogyha bekerült mind a két szárunk középre, akkor ugyanúgy tegyünk rá egy csomót, mint ahogy a szárra tettük. De meg vagyunk. És így néz ki. Ha ezt egy kicsit behúzzuk, majd akkor szépen pöckösen fog állni a szárunk. És folytatjuk is a horgolást. Fogyasztani fogunk. Készítünk 10 darab egypálcás öltést. 10, és a 11 és a 12. szemet pedig fogyasztjuk. Ezt a mintát ismételjük meg 3-szor. A sor végére összesen 33 szemnek kell, hogy legyen. És így van meg a 33 szem. Jó, és a következő sorban mindegyik szembe készítünk egy darab egypálcás öltést, azaz 33 szemnek kell lennie a sor végére. Jó. Következő sorban 9 darab egypálcás öltést készítünk. A 10 és 11. szembe pedig egy fogyasztást csinálunk. Ezt a mintát ismételjük meg összesen 3-szor. Sor végére 30 szemnek kell, hogy legyen. És az utolsó fogyasztásunk. És meg vagyunk. A következő sorban mindegyik szembe horgolunk, egy darab egypálcás öltést, tehát 30 öltésnek kell lennie. Jó, meg vagyunk. A következő sorban 8 darab egypálcás öltés következik. 8, és a 9 és 10. szembe pedig egy fogyasztás. A mintát ismételjük meg 3-szor a szemjelzőig. És az utolsó fogyasztásunk. És meg vagyunk. Jó, a következő sorban 27 darab egypálcás öltést készítünk. És hogyha ezzel meg vagyunk, akkor itt megállunk egy pillanatra, méghozzá biztonsági szemek véget. Megkeressük a 11. és a 12. sor közét. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 és a 12. sor közét. És ide csinálunk egy lukat. Ami nem lesz elég.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 szem távolságra. Behelyezzük a másik szemet. És most pedig a már megismert módon kifordítjuk, fölhelyezzük a hátuljakat, és elégetjük. Jó, és ha megvagyunk, akkor visszafordítjuk. És folytatjuk a horgolást. A következő sorban 7 darab egypálcás öltést készítünk. 1, 7, és a 8 és 9. szembe pedig fogyasztunk egyet. Ezt a mintát ismételjük meg 3-szor. A sor végére összesen 24 szemnek kell, hogy legyen. Mennyiben ez is megvan, következik még egy sor 24-es. Jó! A következő sorban 2 darab egypálcás öltést horgolunk, és a 3.-4. szemet pedig fogyasztjuk. Ezt a mintát ismételjük meg 6-szor. A sor végére 18 szemnek kell, hogy legyen. És én azt mondom, hogy itt álljunk meg, és tömjük ki. Jó, ugye meg vagyunk a töméssel. Az előző videóm ezen része sajnos elveszett, úgyhogy ezt most újra kell vennem, azért lesznek mások a színek. Tehát a 18-as sor után a következő sorba horgolunk 1 darab egypálcás öltést, és 1 fogyasztást, és ezt a mintát ismételjük meg 6-szor a szemjelzőig, és a sor végére 12 szem kell, hogy legyen. Jó, és az utolsó fogyasztás, és meg vagyunk. És egy sorunk van még hátra, amiben 6 fogyasztást fogunk készíteni. És a sor végére 6 szem kell, hogy legyen. Jó, és meg vagyunk. Hagyunk egy kicsi szárat, hát nem kicsit, legalább én azt mondom, hogy legyen egy olyan 25 centi körülbelül a szár. És elvágjuk a fonalunkat, kivesszük a szemjelzőnket, és akkor most jön az a rész, amikor be fogjuk húzni. Most még lehet egy kicsit igazítgatni az almánkon, elhelyezgetni a tömést ide is, oda is, mindenhova, és be fogjuk húzni. Jó, tehát hogyha befűztük a tünket, akkor beledugjuk az almánk közepébe. Jó. És kihozzuk a tetején, és behúzzuk. Húzzuk, 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 amíg szépen az almánknak az alja nem kezd el alakulni, és amikor ez megvan, akkor pedig a közepébe fogunk visszaszúrni, és haladunk lefelé, ki is jött a tő. És most pedig az almánknak a tetejét fogjuk behúzni. És hogyha úgy gondoljuk, hogy jó, akkor visszadugjuk újra. Egy jó 2-3-szor ismételjük meg a folyamatot, hogy egész biztosan bent tartsa ez a behúzás az almánknak az alját és a
tetejét. És hogyha elégedettek vagyunk az almánk tetejével is, tehát kellően befelé megy, illetve az almánk aljával is kellően befelé megy, akkor keressünk egy szimpatikus szálat, és varjuk el, hogy egészen biztosan ne csúszson szét ez a behúzás. Ja. Most pedig a száj elkészítése következik. Amihez piros fonalra van szükségünk, keresünk egy helyet ismét, ahol bejutunk. Az almánk közepébe. Behúzzuk a fonalunkat. Ismét V alakban. Kiképezzük a szájat, de mint ahogy már elmondtam a múltkor is, ez mind ízlés kérdése, tehát ki hogyan szeretné. És meg is van a szája. És kész is vagyunk az almával, szemmel, szem nélkül, levéllel, levél nélkül, zöld vagy piros, ahogy az neked a legjobban tetszik. Remélem elégedett vagy az eredménnyel. Amelyiben posztot készítesz az almádról, kérlek ne felejtsd el használni a hashtag dinamialkotásokat. A minta személyes használatra készült, akármilyen formában való publikálása szigorúan tilos. Az alma a te tulajdonod, eladhatod. Amennyiben tetszett a videó, ne felejtsd el megnyomni a like gombot, és iratkozz fel a csatornámra. Hidd el, megéri, hetente jövök teljesen ingyenes videóval nektek. Amennyiben a mágneses alma érdekel, a linkjét kért tőlem. Köszönöm, hogy ma is velem horgoltál, remélem élvezted a videót. Legyen csodálatos napod! Szia!